reformnak az egyik fő eleme és a lényege, hogy ne szabályokra tanítsuk meg a gyerekeket, hanem használható tudást adjunk neki. Reformnak az egyik fő eleme és a lényege, hogy ne szabályokra tanítsuk meg a gyerekeket, hanem használható tudást adjunk neki. Annak idején Martin Krízs Rozsnyón azzal a mondattal indította el ezt az egész reformnak a bemutatását, ami engem nagyon megfogott, hogy ne azt tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy mi a kritikus gondolkodás, hanem tanítsuk meg őket kritikusan gondolkodni. Szeptembertől kezdtünk el teljes előbedobással dolgozni az első cikluson. Annyit változott a tanítási rendszer nálunk, hogy úgy állítottuk össze a kötelező óraszámokat, ami a mi iskolánk gyerekeinek megfelelő, mert ezzel tudtunk rajtuk segíteni. Tudni kell, hogy az iskolában lévő gyerekek 60%-a olyan szociokulturális közegből származik, ami eléggé alacsony szintű. Ezért mi azt találtuk ki, hogy megerősítjük a magyar nyelv és irodalom óraszámokat, és a szlovák nyelv és szlovák irodalmat csak heti 4 órába tanítjuk a gyerekeknek, hogy először saját anyanyelvükön szerezzék meg azt a tudást, amivel aztán más nyelvet is tudnak tanulni, illetve kihagytuk az ember és társadalom és az ember és természet órákat, ennek az anyagát beintegráltuk a magyar nyelvórákba, a rajzórába, a zeneórába, az etikai nevelésbe. Kitoltuk az előkészítő időszakot egészen az első negyed év végéig. Az nagybetűk írását azt eleve át fogjuk vinni a második évfolyamba, tehát a cél az, hogy az első évfolyamban megismerjék a nyomtatott kis és nagybetűt, megtanulják összeolvasni, értsék, amit olvasnak, és üzembiztosan tudják a kisbetűket írni. A másik érdekessége a reformnak, hogy szövegeken keresztül oktat. Tehát minden szövegközpontú a szövegből indul ki, nem pedig elszigetelt szabályokat tanulnak a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy később ezt igazából jobban föl tudják majd a mindennapi életbe használni. Mert én személy szerint is azt gondolom, hogy egy jó szakmunkás, amikor majd elvégez bármilyen szakot, neki az a fontos, hogy a mindennapi életbe akár egy nyomtatványt ki tudjon tölteni, érdeklődő legyen, és nem fontos neki azt tudnia, hogy fölidézze, hogy mi az ige, vagy mi a főnév. Hogy néz ez ki a gyakorlatban, mondjuk egy tanóra? Nincsenek hagyományos tanóráink. Minden nap a gyerekek megbeszélik a tanítónénivel az előző nap történéseit, mi az, ami kiváltotta az érdeklődésüket, mi az, ami esetleg problémát okozott akár az otthoni létbe is, ami a következő napjukat befolyásolja. Majd hallgatnak egy mesét a tanítónéni felolvasásába, és ehhez a meséhez kapcsolódóan kezdenek el dolgozni különböző feladatokkal. Aztán persze van, amikor betűt tanítunk, akkor muszáj, hogy visszatérjünk a hagyományos órához, de most már ugye ott tartunk, hogy 16 betűt tudnak írni és olvasni. Nem volt cél, hogy karácsonyra mindenki tudjon írni és olvasni, és nagyon sokszor heti 2 alkalommal van nekik ilyen tömbösített óra, amikor ugyanaz a tananyagot tanulják, hozzá kapcsolják mondjuk a magyar nyelv tananyagához a szlovák nyelv tananyagát, a matematika tananyagát, és mind ugyanakkor a téma körül forog. Mit látnak a gyerekeken? 22 éve vagyok ebben az intézményben, és ez volt az első olyan fél év, amikor elsős szülők nem jöttek be panaszkodni azzal,
hogy fél a gyerek az iskolába, hogy nem akar jönni, hogy fél valamelyik tanítónénitől, vagy bántják őket. A gyerekek nagyon szépen megszokják azt, vagy megszokták most már azt, hogy nincs abból probléma, ha mindenki a saját tempójába halad, senki nincs lemaradva, mindenki magához képest fejlődik, és ebben rettenetesen sokat segít az, hogy az első ciklusban mi úgy tervezzük, és az első osztályban is így működik már, hogy kivettük az érdemjeggyel való osztályozást, hanem szóbeli értékelés van. Ez a szóbeli értékelés névre szabott. Mindig pozitívumból indul ki, mi az, amit már tudsz, mi az, amin még javítanod kell, és oda föl van az is tüntetve, hogy honnan tudsz segítséget kérni ahhoz. A napi rutinban is szóval értékelünk, ott kitaláltunk egy olyat, hogy pecséteink vannak, amin fölirat van, hogy a szülő is értse, hogy ez mit jelent, és a legrosszabb pecsétünk az, hogy ezt még gyakorolni kell. Tehát ettől rosszabb pecsétünk nincs. Negyedévkor vagy tematikus kör lezárásakor pedig a értékelőfüzetbe írja be a tanítónénia az értékelés szóban, illetve a bizonyítványra is névre szóló szóbeli értékelés kerül. Itt azt vettük észre, hogy a szülők közötti frusztráció is megszűnt, nem hasonlítgatják össze a gyerekeket, nincsenek kétségbe esve, hanem azt látják, hogy az övék honnan indult és hogyan fejlődik, és egy végtelenül jó kedvű, jó hangulat van az első osztályban, mind a gyerekek között, mind a szülők között is, és azt tapasztaltam, hogy ennek hatására valahogy együttműködőbbek az iskolával a szülők. Hogy látod, mi a jó ebben a fajta oktatási rendszerben, amit ti most próbáltok? Minden. Minden más, és minden jó. Vagy én legalábbis nagyon pozitívan állok ehhez hozzá. Azt szoktuk mondani igazgatónénivel, hogy eddig ezt zárt ajtók mögött csináltuk, most meg kinyitjuk az ajtót, ez a különbség, és szabadon, tényleg mindenféle kötöttség nélkül a gyerekek saját tempójukban haladhatnak, fejlesszük őket, differenciáltan oktatunk, játékos módszerekkel, nem köt minket a tanterv, hogy éppen hol kéne tartani, mindent el tudunk mélyíteni, és ez a szeretetteljes légkör, nincs ez a nyomás rajtuk, teljes nyugalomba érkeznek iskolába, mosolyognak, jókedvűek, és látom rajtuk, hogy ez nekik nagyon jó. A legjobban annak örülök, hogy nem osztályozunk jeggyel. Szóbeli értékelés van, ezt a szülők részéről is, tehát a szülők is nagyon örülnek ennek, hogy egy A betűre nem egyest adok meg hármast, hanem odaírom, hogy ez mitől szép. A füzeteket úgy javítom, hogy kiválasztom mindig a két legszebb betűt, bekarikázom pirossal, és teszek oda egy szívecskét, és van egy pecsét sorozatunk, amit az igazgatónénivel állítottunk össze, ő készítette el, és oda pecsételjük, hogy becsületesen dolgoztál, szépen dolgoztál, egy picit még gyakorolnod kell, tehát csupa pozitív üzenettel küldjük ezt az értékelést. Ezen kívül, hogyha ugye most már elkezdtünk tolbamondást írni, másolnak, nyomtatottról írottra, gyönyörűen megy, lassabb tempóval, mint amit eddig szoktam csinálni. Itt pedig zölddel javítunk, zölddel javítjuk ki. Szinte olyan az a zöld, mint hogyha ő írta volna a grafitceruzával, úgyhogy ilyen láthatatlan javítás van, és nem negatívként éli meg, hanem ügyes vagy, erre egy picit jobban figyelj, ezt szoktuk még mellé tenni. Tehát az értékelésnek is nagyon örülünk, hogy itt szóban történik. Nagyon nyitottak, sokat beszélgetünk, rengeteget bevezettük mindjárt nap elején a reggeli kört, ami abból áll, hogy elolvasok egy mesét. Van, amikor én választom ki a mesét, van, amikor a gyerekek hoznak könyvet, most is egy olyan könyvből olvasunk, amit az egyik kislány karneválkor nyert, az ő kreatív jelmezért kapta, és dátum szerint azt a mesét keressük ki, megbeszéljük, megtaláljuk benne, hogy mi az, amiről kell beszélni, és egyáltalán megtanulnak arra figyelni, hogy végighallgassanak egy mesét, nem is tartalmat mondunk, hanem kiemelünk belőle dolgokat. Mi jut eszedbe róla, milyen érzésekkel tölt ez el.
melyik szereplő tetszett a legjobban. Tehát beszélni tanítjuk őket, gondolkodni, kérdezni. Most már nagyon sokszor átadom a tanár szerepét a gyerekeknek, szlovákon is, matematikán is, és olvasás órán is, amikor ő a tanár, és ő kérdez. Tehát ezt is tanítjuk, hogy hogyan kérdezzenek. Lényegében ennek a reformnak majd az lesz a hozadéka, hogy a tanár, mint koordinátor vesz részt az oktatásban. Az első évfolyam lesz nagyon nehéz egyébként megcsinálni, mert ugye írni, olvasni, számolni meg kell tanulni. De vannak ilyen napok, amit most is látok, hogy káosznak néz ki, de egyébként meg folyik a munka. És ez egy ilyen komplex nap, tehát nem zavar a csengő. Teljesen mindegy, hogy most órának kéne lenni az órarendszerint, vagy írásnak. Mi összekötjük az olvasást az írással, a matematikával, beviszem a szlovákot a matematikába, és így ilyen teljesen komplex egyé áll össze a nap végére. A nyugodt légkör miatt talán a konfliktus is kevesebb. Bátran kérdeznek, ha van valamilyen problémájuk, akkor anyaként fordulnak hozzám, ezt többször is hangsúlyozom nekik, hogy én vagyok a második anyukátok, bármit meg lehet kérdezni, nincs tabu téma, egy elsőben egyébként sincs, de oda jönnek, elmondják, hogy mit álmodtak, mi történt velük, hogy érzik magukat, ki az, akivel esetleg nem értették meg egymást az osztályban, és rögtön megbeszéljük, tehát kirívóan rendetlenkedés, vagy rendbontás talán nem is volt idáig az osztályban. Meg tudjuk beszélni. Ez a út, ez az utunk, ez az új utunk, és mi tapossuk ki, és ez a lényeg szerintem, hogy higgyünk benne. Ez a legfontosabb.